Fejlesztő települések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 22 önkormányzat nyert a belügyminisztérium 7 milliárdos pályázatán. Digitális fejlődés. Sikeresen zárult a 2 milliárd forintos digitális jólétprogram nyíregyházi mintaprojektje. Legós szerződés. Oktatási, kutatási és gyakorlati együttműködését fűzte szorosabbá a Világcég és a Nyíregyházi Egyetem. Milliárd forintos pályázati támogatást kapott több mint 400 kistelepülés. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az összegeket önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre költhetik. A belügyminisztérium által kiírt, főként óvodák, iskolák, sportlétesítmények és utak felújítására szolgáló pályázat eredményeként Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 22 település jutott forráshoz. Érvényes pályázatot 1895 önkormányzat adott be, a teljes pályázati igény több mint 35 milliárd forint volt. A 7 milliárd forintos keretből az első 5 milliárdos ütemben 311, a második 2 milliárdos ütemben 130 kapott támogatást. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 22 település fejleszthet. A pályázat alapvetően a felújítást, karbantartást preferálja, nem pedig új létesítmények létrehozását. Ugye ez egy nemzeti forrásból kiírt pályázat. Ennek megfelelően egyszerű maga a pályázat is, tehát a népszerűségét én azt gondolom az is adja, hogy nem igényel pályázatírót vagy különösebb bonyolult szaktudást. Az elérhető összeg maximuma az 30 millió forint volt, például az intézmények felújításánál. Vannak olyan önkormányzatok, amelyek kevesebbet igényeltek. Szabolcs-Szatmár megyében ez azért annyira nem jelentős, hiszen itt azért nagyobbak a települések, de az ország más területén volt olyan település, aki összesen 1,6 millió forintot igényelt, és azt nyerte el. A megyében 7,7 millió forint volt az a legkisebb összeg, amit kértek és kaptak, és hát 30 millió a plafon. Nyírtelek is nyert a belügyminisztérium pályázatán a település útfejlesztésre igényelt támogatási összeget, közel 15 millió forintot költhet majd a Vasvári Pál utca rendbetételére. A támogatásból 850 méter útszakaszt újítanak majd fel. A következő évben tervezzük ennek a megvalósulását. Április-májusra tesszük ezt, azért, mert akkor már az időjárás megengedi, hogy egy jó minőségű útat tudjunk elkészíteni. A pályázat pedig lehetőséget ad arra, hogy 2017. december 31-éig valósítsuk ezt meg. Következő költségvetésből pedig az önkormányzat saját erőből szeretnél nem csak ezt a 850 métert, hanem az egész utcát megújítani. Nyírtelek mellett többek között Baktalórendháza, Gégény, Kántor János és Komorú is kapott önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre támogatást. Sikeresen zárult a 2 milliárd forintos digitális jólétprogram nyíregyházi mintaprogramja. A kormány célja, hogy 2018-ig mindenkihez elérjen a gyors, szélessávú internet szolgáltatás hazánkban, valamint fejlődjön a lakosság digitális kompetenciája. A 2014-es kormányzati döntés alapján a szabolcsi megyeszékhelyt választották mintavárosnak, ahol elsőként indult a digitális átalakulás. Laptopokat is használnak a hetedikes diákok a nyíregyházi Móra Ferenc általános iskola Petőfi Sándor tagintézményében. Nagy segítséget jelent az oktatásban a digitális fejlődés, Roma Ádám fizika tanár szerint. Az interaktív tanórákon a feladatokat is a gépeken végzik a tanulók. Így például egy fizika órán az informatikai készségeket is fejlesztik. Úgy látom, hogy a gyerekek nagyon szívesen dolgoznak vele, már alig várják, hogy ilyen óra legyen. Amellett, hogy fizikát is tanítok, informatikát is tanítok ebbe az iskolába, úgyhogy informatik órán azért az asztali számítógépeket használjuk, de mégis örülnek neki, mert azért egy laptop azért mégis másabb, mint egy asztali számítógép. A diákok a házi feladatot e-mailen küldik, így otthon is fejlesztik digitális tudásukat. Ez annak köszönhető, hogy a digitális jólétprogramban Nyíregyházát választotta a kormány mintavárosként. Elsőként itt kezdődött a digitális fejlesztés. Dajcs Tamás, a programért felelős miniszterelnöki biztos a nyíregyházi projektzárón kiemelte. Az elmúlt hónapokban sikeres és eredményes volt az együttműködés a kormány, az önkormányzat és a piaci szektor között.
A további tervek között szerepel, hogy Magyarország digitális átalakulása olyan mértékű legyen, hogy a legjobb eredményeket érje el hazánk az Európai Unióban, tette hozzá beszédében. A legfontosabb feladat a 30 megabit per szekundumos internet biztosítása 2018-ig az ország egész területén. Ezért a Magyar Telekom felel. Minden követ megmozgattuk, hogy Nyíregyházán korszerű hálózatot építsünk ki, mind vezetékes, mind mobil szempontból. Elhoztunk a városba digitális kompetencia fejlesztés jegyében több oktatási programot is, de a digitalizáció fontos alappillérét jelentő digitális városi szolgáltatások terén is több projektet megvalósítottuk. Miért éppen Nyíregyháza? Nyíregyháza intenzíven fejlődő nagyváros, a feltörekvő Kelet-Magyarország egyik központja, megyeszékhely, nemzetközileg ismert, elismert vállalatok és beszállítók is jelen vannak itt, a lakosság pedig nyitott a változásokra. A városban a kompetenciafejlesztés is nagy hangsúlyt kapott fiatalok és idősek körében egyaránt, hangzott el a záró rendezvényen. A Magyar Telekom több mint 500 milliárd forintot költött a vezetékes hálózat fejlesztésre, így további 8300 háztartás számára vált elérhetővé a széles sávú internet, de a mobil hálózat lefedettsége is meghaladja az országos átlagot Nyíregyházán. A 2 milliárd forintos mintaprogramban még többek között infrastruktúra fejlesztés és az e-közigazgatás indítása valósul meg 2017 tavaszáig. Az eddigi eredmények alapján Nyíregyháza elnyerte a Smart City címet. A város polgármestere szerint a név sok mindent akar. Ennek része a városi kamerarendszer fejlesztése. Ugye a közterületnél kiépítettünk a Városházán egy központot, újabb kamerák léptek be, már működnek, és hát ezt szeretnénk továbbvinni, de a szociális ellátás területén a házi jelző szolgálat is már működik, 40 készüléket tudtunk biztosítani a rászorulóknak, és hát több mint 1940 notebook tablet került kiosztásra a lakosságnak. Digitális mintaiskola fejlesztés is indul 2017 évelejétől, szintén Nyíregyházán a Krúdy Gyula gimnáziumban, jelentette be a Magyar Telekom vezérigazgatója. A projekt egyik fontos eleme, hogy az egész oktatást modernizálják, és fejleszték a diákok digitális készségeit. Oktatási, kutatási és gyakorlati együttműködését fűzte szorosabbá a LEGO és a Nyíregyházi Egyetem. A cég és az intézmény vezetői együttműködési keretmegállapodást írtak ma alá. Ennek értelmében többek között LEGO-s ösztöndíjra is pályázhatnak majd az egyetem hallgatói, valamint közös képzéseket indítanak a szerződő felek. Ez a nyíregyházi LEGO a város és a térség egyik leginnovatívabb vállalata és a munkaerőpiaci bővítés egyik élenjárója, hiszen hamarosan duplájára nő a gyár és így dolgozói létszáma is. A folyamatosan fejlesztő cégnél újabb és újabb munkahelyeket kell majd betölteni, ezért is fontos, hogy megyénkben szakképzett és kreatív munkavállalók legyenek. Az ilyen többek között mérnökök és informatikusok képzése a Nyíregyházi Egyetemen zajlik, ezért a vállalat és az intézmény úgy döntött, eddigi oktatási, kutatási és gyakorlati együttműködésüket szorosabbá fűzik. Az egyetemen keretmegállapodást írtak alá. Szerintem ez egy nagyon fontos megállapodás. Azért is, mert a cégünk fejleszt, a nyíregyházi gyár bővülni fog, így jól képzett munkaerőre van szükségünk. Ezzel a szerződéssel kölcsönösen segítjük egymás munkáját és lehetőségeit. Az együttműködési keret megállapodást az egyetem rektora az év szerződésének nevezte. A LEGO tervezi, hogy hallgatóknak és oktatóknak ösztöndíjat fog kiírni. Tehát mondjuk szerszámgép fejlesztés, vagy automatizálás, a robotika területén. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a LEGO Educationnek köszönhetően a pedagógus képzés is megjelenik ebben a szerződésben, hiszen a LEGO Education olyan innovatív oktatási módszerekkel foglalkozik, ami mind az alsó, mind a felsőfokú tanárképzésben nagyon hasznos lehet a mi hallgatóink számára is. Természetesen a LEGO szakképzett munkaerőt keres, kínál, igyekszünk megjeleníteni ezt a hallgatóink számára.
Ennek eredményeként jelenleg is több egyetemi hallgató dolgozik diákmunkásként vagy gyakornokként a Legóban, az egyetemen pedig egy Legó közösségi teret hoznak majd létre itt az intézmény B épületében. Vitafórumot kezdeményez a Jobbik ifjúsági tagozata Kisvárdán, mondta a párt egyik ifjúsági szervezője Balog Ádám. Az értekezésre kormánypárti fiatalokat, a Fidelitas és az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség helyi képviselőit is meghívják. Nacsa Lőrinc, az X országos elnöke közleményében azt állította, hogy Jobbik cserben hagyta a fiatalokat és a jövőjüket. Ezért úgy gondoljuk, hogy ez itt az ideje, hogy az X vitát vállaljon az alaptörvény módosítással kapcsolatban, valamint vitassuk meg, hogy a Jobbik vagy a kormánypártok hagyták cserben a fiatalokat. Új információs táblák segítik a Józsa András kórházban a betegek tájékozódását. A szülészeti osztály előtti feljárót is felújították. A fejlesztéseket helyi vállalkozók adománya tette lehetővé. A Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület tagjai Lakatos Tibor és Nevelős János járult hozzá a költségekhez. A 30 milliárdos tömbkórház már teljes kapacitással működik, az új épületek mellett a parkokat is rendbe tették, ahol kellett, fásítottak. A beruházás alatt több út megsérült, ráfért a felújítás a szülészet előtti 150 négyzetméteres területre is, az osztály bejáratánál egy 50 négyzetméteres területet pedig újra burkoltak. Ezeket az információs táblákat nemrég helyezték ki, segíti a betegeket a tájékozódásban, arculatában illeszkedik a felújításhoz. A Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület 2014-ben alakult, a szervezethez tartozó vállalkozások ajánlották fel a támogatást ezekhez a fejlesztésekhez. Az idén tavasszal tettünk látogatást a kórházba, ahol a kórház munkájával, illetve az új beruházásra ismerkedtünk meg. Ott merült fel az igény, hogy a főigazgató által kezdeményezett táblakihelyezéshez adjunk támogatást. Örömmel mondhatom azt, hogy a valamennyi tagunk támogatta ezt a kezdeményezést. Ennek a hatására jött létre ez a táblakihelyezés a kórházban, amely úgy gondolom, hogy nagy segítség lesz a kórházi munkának, illetve a tájékoztatása a dolgozóknak, valamint a betegeknek. A fejlesztéseket tehát helyi vállalkozók adománya tette lehetővé. Nevelős Jánosnak építőipari cége van, elsőként csatlakozott a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület nevében az adományozókhoz, és segített a gyalogos feljáró felújításában. A kórház igazgatója megköszönte a helyi vállalkozók támogatását. Mi elkészítettünk egy listát, egy olyan listát adtunk át a vállalkozóknak, ahol a problémás dolgainkat meg is mutattuk, és felsoroltuk. És ebből a listából szépen szeretnénk ezt kipipálgatni már ilyen értelemben, úgyhogy már van egy felajánlásunk a Bocskai úti szakrendelő bejárati ajtajának a cseréjére. Ez is egy nagyon, hát hogy mondjam, jó dolog és nagyon örömteli dolog lesz. Az információs táblák és az új feljárón kívül az osztályok fali dekorációinak elkészítésében is segítséget nyújthat a helyi vállalkozókat tömörítő szervezet, hangzott el a tájékoztatón. Idén is díjazták megyénk kiválóságait, a Préma Gála részleteiről hamarosan szólunk, előtte nézzük további témáinkat. Vereséget szenvedett a kisvárdai női kézilabda csapat pénteken. Az NB1 hetedik fordulójában lejátszott mérkőzésen a Vác 26-24-re verte a KKC-t. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezete idén 11. alkalommal díjazta a térségben kiemelkedő tevékenységet végzőket. A megyei Prima díjakat a zsűri ezúttal is 10 kategória jelöltjei közül választotta ki. Az elismerő cím mellé 3-an 1 millió, a külön díjas pedig 500 000 forintot is kapott. Az idei Prima gálát a hagyományoknak megfelelően a megyeházán tartották. Balett előadással vette kezdetét a rangos esemény, a köszöntők után a tradícióknak megfelelően először az év vállalkozóinak osztották ki az elismeréseket, többek között díjazták az év papír és műanyag újrahasznosító vasipari, üvegipari, gépgyártó, csomagolóanyaggyártó vállalatát, reklámtárgy nagykereskedőjét és őstermelőjét is. Lokálisan is elismerik azoknak az embereknek a munkásságát, akik itt a környezetünkben élnek, és kiválót alkottak. Ezért rendezzük meg most már 11. alkalommal ezt a megyei Prima díjkiosztó gálát. Ennek keretében minden évben évvállalkozóit is kitüntetjük,
Most 7 vállalkozónk fog megyei évvállalkozó díjat kapni. Itt szintén a saját szakterületükön kapják a vállalkozók a díjakat, akiknek ez egy komoly elismerés. Budapesten a Magyar Vállalkozók Napján decemberben pedig 2 megyei vállalkozó fogja még átvenni az országos évvállalkozója díjat. Az idei évi megyei prímadíjakat a magyar tudomány kategóriában professzor dr. N. Szabó József, magyar zeneművészet kategóriában Kazár Pál, magyar sajtó kategóriában pedig Zsoldos Barnabás kapta. Még mikrofon előtt így nem remegtem, mint abban a pillanatban, pedig tulajdonképpen amit tettem, azt hát önzetlenül ettől a elismeréstől függetlenül kinek jut eszébe, amikor árvíz van, amikor a mezőgazdaságban dolgozó embereket kell megszólaltatni, amikor a jégverés tönkreteszi a házak tetejét. Szóval ezek nem jutnak az ember eszébe. De most, hogy másoknak eszébe jutottam, és megkaptam ezt a prímadíjat, hát ez azt jelenti számomra, hogy tovább kell dolgozni. Meg kell szolgálnom ezt az elismerést az elkövetkezendő évtizedekben. A gálán külön díjakat is kiosztottak. Magyar képzőművészet kategóriában Botrágyi Károly nyíregyházi grafikus művész kapott külön díjat. Szabolcs-Szatmár Bereg megye díjazottja, Makrai Zsuzsanna Zománc művész, Nyíregyháza kitüntetettje pedig dr. Jeneiné Makrai Erika tanár lett. Vereséget szenvedett a kisvárdai női kézilabda csapat pénteken. Az NB1 hetedik fordulójában lejátszott mérkőzésen a Vác 26-24-re verte a KKC-t. A bajnokságban az Európa-bajnokság miatt szünet következik. A kisvárda legközelebb december 30-án a Ferencváros otthonában lép pályára. Mondhatni, hogy a már megszokott módon kezdte a mérkőzést a kisvárda, azaz engedte elépni ellenfelét a Dévényi János megbízott edző által irányított hazai csapat. Az első félidő végén 16-9-re vezetett a két brazil világbajnokot és több magyar válogatottat bevető Váci együttes. A második 30 percre egy teljesen más kisvárda futott ki, amely fokozatosan ledolgozta hátrányát, majd 21-21-nél utól is érte ellenfelét. Ott is van az egyenlítés, 21-21. Míg háromszor lett egyenlő az állás, a csattanó azonban a vendégeké volt, így a KKC vereséggel búcsúzott el erre az évre közönségétől. Nehéz úgy meccset nyerni, hogy folyamatosan 4-5-6 gólos hátrány kell ledolgozni. Ott a védekezésünk is puha volt, könnyen átmentek rajtunk, elől is lassak voltunk, statikusak, nem úgy támadtuk a falat, hogy kellett. Viszont, hogyha a fél idő derekára egy kicsit kezdtünk magunkhoz térni, és hogy a védekezésünk javult, hogy egy kicsit visszajöttünk a meccsbe, ott még egy kisre, hogyha nyugodtabbak a játékosok, akkor még kisebb hátránnyal mehetünk volna a szünetbe, hogy gondolok itt a két kihagyott 7 méteres és egy jó pár zicserre. Ott egy kicsit megremegett a kezünk, viszont ami kiemelendő a csapatnak a küzdeni tudásra, illetve a második fél időben aztán 10 gólt kaptunk, ami azért megsüvegelendő. A vendégek edzője szerint jó első félidei játékuknak köszönhetik, hogy sikerült megnyerniük a mérkőzést. Szinte minden bejött az elején nekünk, tehát a védekezésünk rendben volt, kapus teljesítményünk, abból indítás, lerohanás gólokat tudtunk lőni, illetve a befejezéseknél is elég jó százalékkal betaláltunk. Itt már az első félidő második felében kicsit akadozott már a játékunk, de még mindig tudtuk tartani ezt a magabiztos előnyt, és aztán sajnos ez a magabiztos előny egy kicsit megnyugtatott bennünket. Ezt a mérkőzést mi az első félidőben nyertük meg. A tabella élén a 100%-os Győr áll, megelőzve az egy vereséget elszenvedő Érdet. A kisvárda 2 győzelemmel és 6 vereséggel a 10. a táblázaton. Az Európa-bajnokság miatt a következő forduló december 30-án rendezik, addig edzőmeccsekkel és tornákkal készül a KKC. Győzelemmel búcsúzott erre az évre közönségétől a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a bajnokság 7. fordulójában a Salgótarjánt verték 82-69-re. Siska János együttese vasárnap a MAFC második csapata ellen lép pályára.
Az első negyed kiegyenlített játékot hozott, de a szakaszt 18-14-re a kékcápák nyerték. A második 10 percben újabb 10 pontot tett hozzá előnyéhez a nyíregyházi gárda. A nagy szünet után a harmadik negyed elejét nagyon megnyomta a Bus Iván és Emeni Gent által vezérelt házigazda, amivel el is gyúlt a mérkőzés. A záró negyedben picit kozmetikáztak az eredményen a vendégek, de a hajrában 4 junior játékos pályán tartó Blue Sharks győzelmét egy pillanatig sem fenyegette veszély. Kicsit hámosan kezdtük a mérkőzést, de a védekezésünkkel mindig jól tudtunk, leszettük a lepattanókat, illetve abból tudtunk támadni. A másik fél évben szerintem már az erőkülönbség kijött, jobban tudtunk koncentrálni, és pontosabban támadtunk, és talán már 20 pontos különbség megvolt, és a végén már fiatalok játszottak, úgyhogy ezért lett 13 pont ennyi. A vendégek edzője csalódott volt a mérkőzés után, mivel csapata a vártnál kisebb ellenállás mutatott a hazaiakkal szemben. Nagyon gyengén játszottunk, ezért én magam is szégyellem, remélem a csapatom is szégyelli magát, hiszen azért erre mi is többre számítottunk. Én azt gondoltam, hogy egy összeszedettebb játékkal talán közelebb tudunk kerülni a hazaiak fiatal csapatához, de sajnos a felátvérelmű játékunk az egyszerűen katasztrofális volt. A forduló további eredményei a következők: Eger Békés 71-69, Nagykőrös Mavsz 2 95-65, Hódmezővásárhely Budapesti Honvéd 102-69, Tiszaújváros Debrecen 63-57 és Miskolc Óbudai Kaszások 91-60. A tabella élén a Miskolc áll 6 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező Hódmezővásárhelyt. A Nyíregyháza Blue Sharks 4 győzelemmel és 3 vereséggel a 7. helyen várja vasárnapi budapesti vendégjátékát, amelyen a MAFC második csapata ellen lép pályára Siska János együttese. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. 7 milliárd forintos pályázati támogatást kapott több mint 400 kistelepülés. A belügyminisztérium által kiírt, főként óvodák, iskolák, sportlétesítmények és utak felújítására szolgáló pályázat eredményeként Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 22 település jutott forráshoz. Oktatási, kutatási és gyakorlati együttműködését fűzte szorosabbá a LEGO és a Nyíregyházi Egyetem. A szerződés értelmében többek között LEGO-s ösztöndíjra is pályázhatnak majd az egyetem hallgatói, valamint közös képzéseket indítanak a szerződő felek. A Kölcsei Televízió híradóját látták november 14-én hétfőn, friss hírekkel holnap is várjuk Önöket. Addig is műsorainkért és további hírekért látogassanak el honlapunkra. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra! Holnap napos, ám hűvös időre van kilátás, már az esti órákban csökken a felhőzet, párássá válik a levegő, köd is képződhet. Az északi szél mérsékelt lesz, reggelre általában -7 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a kevés fátyol felhő mellett több órás napsütés várható csapadék nélkül, a változó irányú szél gyenge marad, délutánra 3 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Szerdán erősen megnövekszik a felhőzet, gyenge havazás, havas eső valószínű, csütörtökön délután felszakadozik a felhőzet, csak kezdetben lehet gyenge eső, ónos eső. Pénteken kevés felhő zavarja majd a napsütést, és az időnként megerősödő déli széllel több fokkal melegebb levegő érkezik. A hétvégén ismét gyakran megnövekszik a felhőzet, több helyett az eső, zápor eső is eleredhet, de marad a sok évi átlagnál kissé enyhébb idő.